Szevasztok, srácok! Elérkezettnek láttam az időt egy újabb Bloodborne sorozatnak. Ugye valamikor másfél évvel ezelőtt, amikor a PS4-et megszereztem, már volt belőle egy végigjátszásom, ami egyben az első találkozásom is volt a játékkal, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült az első élményeimet megörökíteni és megosztani veletek. Ami egyébként tök vicces volt, mert teljesen vakon és céltalanul bolyongtam konkrétan össze-vissza és mindenfelé, abban reménykedve, hogy végig tudom játszani a játékot, ami meg is történt, csak nem úgy, hogy szerettem volna, mert nem volt Final Boss-om, úgyhogy New Game Plus-on rohanhattam végig az egész játékon, és vághattam meg úgy az utolsó részt, hogy legyen End Boss harc a sorozat végén. Na most ez egy kicsit máshogy fog kinézni most, mert nyilván azóta van némi rutinom és tapasztalatom a játékkal, illetve mondhatni kész tervekkel ülök itt a játék menüjébe, hogy milyen fegyverrel és úton szeretnék végig haladni rajta, amibe egyelőre nem avatok be senkit. Ez majd menet közben úgyis ki fog derülni. Annyit viszont elárulok, hogy az első végigjátszásomban a nagy Ludwig karddal mentem, most viszont egy kicsit felgyorsítjuk a harcokat, mert egy sokkal kisebb, de gyorsabb fegyverrel fogunk menni, aminek meg lesz az előnye is és a hátránya is. Az előnye az az lesz, hogy iszonyat dara lesz, és nagyon fogom élvezni. A hátránya meg az az, hogy nulla a range. Tehát konkrétan bele kell állnom az ellenség arcába, hogyha meg akarom ütni. És azért maradjunk annyiba, hogy nem minden boss van úgy kialakítva, hogy rövid fegyverrel olyan könnyű legyen elintézni. Tehát ez legyen az én gondom. Na, szóval, még egy nagyon fontos info a végigjátszással kapcsolatban. Ez a sorozat tartalmazni fogja a dungeonöket is. Akármennyire is szeretném elkerülni a dungeonöket, be fogunk menni, mert utána érdeklődtem, hogy melyikbe és milyen sorrendbe kell bemenni, hogy a Queenhez el tudjak jutni és meg tudjam ölni. Fasza lesz. Na, új játék! Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Jól van. Na, csináljuk meg a karakterünket. Már azt is tudom, hogy hogy fogják hívni, meg úgy nagyjából hogy fog kinézni. Na, a szokásos. Felkur. Ő már egy bejáratott karakter a Souls game-ekben nálam. Felkur, mert Felkur a dungeon majd. Felkur általában mindig nő nálam. És egy olyan origin kell nekem, aminek a legmagasabb a kezdő skillje. Ha jól láttam, egy 15-ös van, egy professional. És akkor kiválasszuk szépen, hogy milyen hajunk legyen. Kicsit átalakítjuk a karaktert. Felkur szőke szokott lenni. A szőkének a RGB kódja az 80-90. Hát inkább legyen ilyen sárgás, mint szőke. Jó. A haj, meg melyik legyen? Legyen ez. Jól van. A szakáll nem kell neki. A pupilla színe meg legyen, hát ilyen. Nem mint hogyha majd olyan húdesokat látunk majd belőle, de legyen kék szemű. Jó, azt hiszem kész a karakterünk. Finish. Na. Akkor menjünk és fegyverkezzünk fel. Lesz három kezdő fegyver. Két lőfegyverünk, igen. Pisztoly lesz meg a sétapálca.
kezdésnek. Egész addig, amíg meg nem szerezzük a végleges fegyverünket, ami szerintem ebben a részben még nem fog megtörténni. Na. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad. Nem vicces, jó? Ne neveteljél. Nem volt vicces. Csöpp. 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 Oh, szia. Hát, hello. Hát, maga nem tetszik kinézni valami barátságosnak. Hát, aranyosnak sem mondanám. Hát, hello. Vidd innen az arcomból. Hello. Fúj, te is hogy nézel ki? Mint én minden reggel. Ó, oh, ennek meg punci szája van. Egyébként ki mentett meg a farkastól, Józefka? Józefka klinikája. Jó, van ide, majd egy kicsit később visszajövünk. Konkrétan Rom után. Na, ezt levesszük, és akkor... Hát kezdődjön a vadászat. Egyébként ott a másik ajtó mögött ott van Józefka. Na, most ha minden igaz, akkor egy farkast meg fogunk análisan alázni. Nem, én nem glitchelek át itt a klinikáról majd. Másik területre. Én szépen rendesen haladok. Ne fordulj már meg! Úgy. Tessék szépen meghalni. Analiti! Mit adsz? Blaston Shard már is? Ha felfejlesztem plusz 10-ra az öklömet, aztán ho-ho, mehet a gangbang. Tadá! Ammo, 10 darab, bár mondjuk még lőfegyverem nincs, amiben be tudnám rakni. Mennyire szorulhatnak ezek a kapuk? Hát jó van, akkor menjünk a fegyverekért. Jó van már, hadonászal itt az a baltával. Tök kedves vagy, hogy nem jöttél ide. Máskor mindig ide rohansz. Nem tudom, ilyenkor egyébként lehet-e látni, hogy hol van a Cleric Beast. Fogalmam sincs, hogy hol vernyákol. Őt sem mostanában fogom megölni. Nem a Cleric Beast lesz az első bosszom. Na menjünk akkor. Most igazából elrohanhattam volna egy másik fegyverért is, de... Nem akarok így végig rohanni a játékon, szépen normálisan haladni akarok. És itt van a Hunter's Dream. De sokat fogunk itt időzni. Itt fogunk majd szintet lépni, meg fegyvert fejleszteni, meg javítani. Rúnázni, meg gemezni. Meg ilyenek. Hello, Miss Doll. Na, az első fegyver a sétapálca. Aztán kell nekem a Hunter Pistol. Meg egy jegyzettem. Köszönöm.
Na, azt mondja, a fegyvert ide, a pisztolyt ide. Jól van. Na, felfegyverkeztünk. Tehát addig, amíg a végleges fegyvert meg nem szerezzük, addig ezzel fogunk kaszabolni. Ezzel így. Nyiszi nyaszi. A másik verziója meg ilyen lánc. Jó lesz. Na, de így megyünk. És ide jövünk. Na. Azt mondja, az első részben jó volna Gascoigne legalább eljutni. Szerintem az tök könnyen menni fog. És Gascoigne után meg megszerezni a fegyvert. Menni fog, remélem. Csak az a baj, hogy egy rohadt szemét boss fog az utamban állni még Gascoigne után. Picsába. Ne akadjál már mindenbe, légy szíves, köszi. Na, gyere ide. Aha, tudom, ütszám még egyet, tartasz egy szünetet. Nem csapsz be. Hello, mi? Te meg teszed le a pajzsodat. Nagyon jó. Na. Hello, mi? Nem jó! Ez az. Tessék szépen meghalni, kinyitjuk a shortcutot. Nem tudom, ez a nagy melákkal megküzdje. Az a baj, hogy sose tudtam normálisan perizni. Hogy őt még egyelőre békén hagyom. Élni akarok. Meg nem 12 perc gameplay után akarok meghalni. Molotov koktél! Vagy a GTA 2-ben hogy ordította be a csávó? Valahogy így, nem? Azt is derég játszottam. Na, azt mondja, hogy... Itt valahol lehet beszélgetni valakivel. Itt, ugye? Aha. Ég a lámpa az ajtó előtt. Hello! Now. Jó van, akkor zavarjál anyádba. Ammó! Tudom, hogy itt vagy a sarokban, nem bújjál el. Ez még egy. Akkor elvileg ebből már van kettő. Tudtam ám, hogy jössz. Blood Vial. Ezt így kell mondani helyesen, hogy Blood Vial. Jó, ezt is kérem. Ammo. Na gyertek! Szépen egyesével, ha kérhetem. Egyet tudsz csak? Én annál kicsit többet, jó? Négyet. Na? Nem szurkálsz le, nem hagyom. Ez az. Hello. Az a baj, hogy a lövész észrevesz és elkezd lövöldözni, nem? Aha. Hát ezt nem akartam. Jó, azokat megvárjuk, míg elmennek onnan. Ezt felveszük, te meg ne toporzékolja ott a túloldalon, jó? De meg gyere már ide, kutya! Persze kerüljé egyet! Anyád! Uhú! Ez így baj lehet. Szégyen a futás, de kurva anyád annak, aki kerget. Szoktam mondani. Ne, vedd már le a targetot, jó? Köszi. Nem üthetsz meg. A
Meg ne is dobjál semmit, nem kell az. Minek? Itt van az arcodban, miért nem azt targetolod ki? Még egyet! Nice. Jöjjött még egy fákjás. Hát gyere, üssi egyet. Hopp, mellé. Ügyes vagy. Ammót adott. Persze, lootolnom kell amúgy. Au. Tedd már a pajzsodat. Jó, hát itt akkor végeztünk. Egy élettöltés, hogy legyen full HP-n, és akkor összeszedjük itt a cuccokat. Egy shard, egy blood vial, meg itt van egy ajtó, ahol lehet beszélgetni az illetővel. Nem vicces. Mindegyik kinevet. Na szedjük fel a fákját. Na gyere ide! Ezzel a tégláson lehet egyébként a legjobban megtanulni perrizni. Maga a koktél, vial, fákja. A fákját meg berakjuk ide. Így. Most megölünk pár varjút, akinek kutya hangja van. Csipkod meg anyádat! Olajos urna, jól van. Ez azt hiszem blood vial lesz, de azért felvesszük. Nem. Blood Echo. Az is jó. Ezt a shortcutot is majd ki kéne nyitni valamikor. Hello kutyi! Ó, de kár! Ezt a Dark Souls-ból tanultam a lovagoktól. Hát jól van, utálom a kutyákat az összes From Game-ben. Kösz, hogy egyébként, hogy megütöttél. Pont kérni akartam. Van még itt egy kutya valahol. Úgy. Ah, szörnyű. Mellé. Nice. Blood vial. Ammo. Na. Pikpak összejött a 20 blood vial. Na, most azon gondolkodám, hogy el kéne menni, és fejleszteni kéne majd ezt az, de előtte sarkatokat kéne nyitogatni. Jó, ezeket egyelőre itt hagyjuk. Majd jönnek úgyis utánunk mindjárt. Te is gyere! Aha. Szép álmokat. Ennyi már! Úristen, hát is de rosszul leszek. Hello. Na. Gyere már ide. Ó, te szegény, nem tudsz bejönni az ajtón. Plusz egy farkas, meg egy ember. Vagy valami olyasmi. Na, te nem jössz ide közelebb? Hogy, de hogy nem jön. Hopp, úgyse férsz be.
Így. Ó, az a csávó meg ott meghalt, szegény. Na, ezt szépen felvesszük, és shortcutot nyitunk. Egyszer. Kétszer. Adja a mut. Jó, ezt az ajtót kinyitjuk, és akkor elmegyünk a lámpáshoz. Van már 3198 bladekonk. Még ezt nem tudom, hogy csapott mellé. Itt van még egy shard. És itt a shortcut. Ennyi shardom van egyébként? Már 5. Még kell 3. Nem, igazából még 11. Mert ezt a fegyvert plusz 3-ig felhúzhatjuk nyugodtan. Na, megyünk és átöltözünk. Megszerezzük a császár új ruháját. Jól van. Egy shard. Még egy shard. És akkor erre szépen leugrálunk. Meg ide, meg ide. És akkor gyere haver, megmutatjuk, hogy kell parizni. Így. Nálad mi van? Blood Veil, nagyon jó. Gyere, téged is megparizunk. De legalább nem estél le, ez dicséretes. Jól van, jól van. Na, azt mondja, hogy majd mindjárt patkányokat is elintézzük. Csak előtte felszedünk még ezt-azt. Na, megöljük ezt itt. Ú, ez másfajta ellenfélenél, ilyen piszkavas van. Hogy lősz mellé innen? Találd már! El. Szörnyű, ez katasztrófa volt. Ne essél le, jó? Kösz. Szóval ami nekem kell, az ott van azon a gerendán. Meg itt egy halott patkány. Na, jöttök? Nem jöttök? Gyere, de így egyesével, jó? Ugorj! Három ütés. Ajaj. A sok. Három ütés egy patkányba, az sok. Vesz a dobókést. Egyesével, jó? Gyere, ugorj ide. Ugrik. Akkor ne ugorj. Te ugrasz? Te sem ugrasz, jól van. Jó, és akkor még ők vannak ketten. Te ugrasz? Ő ugrik? Au. A festises kurva anyádat, fúj, hozzám értél. Jó, és akkor itt a sarokban azt hiszem nincsen semmi, ugye? Nem, nincs. Fel kéne öltözni. Fel kéne venni egy normális ruhát, ami ott van. Na gyere ide! Egy kicsit több HP-ja lesz, mint a fenti haverjának. Ott elbasztam. Oké, okay, vagy ez. Tada! És akkor szépen ezt felvesszük, ezt felvesszük, ezt felvesszük, és kb. Ebben fogjuk végig tolni a játékot.
Vegyük már fel a fejest is hozzá. Így. Ez az. És akkor itt szépen óvatosan le kéne ugrálni. Várjál? Itt oldalra nem tudok bemenni. Sehol. Nem, az egy másik csatorna rész. Jó, majd oda is elmegyünk. Oké. Ezt nem tudom, hogy hogy sikerült, de sikerült. Heavy attack. Hagyjál már békén! Jó. Full staminával neki megyünk. És még él. Elvileg már csak ő van egyedül életben. Jó, ez jöhet. Ő nem dobott semmi. Jó, itt bent semmi. És akkor mehetünk erre föl. Mindjárt még ide lejövünk. Hát én ezt a csatornát kerestem az előbb. Várjál? Igen. De egyelőre még ott nem megyünk föl. Ezen a létrán, majd a másik oldalról. De ide viszont nekem el kell jönnöm. Egy. Ez egy nagyon fontos tárgy. Hogyha Gascoigne előtt akarok karaktert fejleszteni, meg szintet lépni, meg ilyenek. Igen, majd azt a tárgyat is felvesszük. Na, itt szépen felmászunk. Megölünk megint pár varjút. Felvesszük. Hát ugyanezt a tárgyat, amit az előbb. Nyitunk egy shortcutot, és szerintem visszalejövünk ide a csatornába. Hülye! Madár! Hajj már meg! Na végre! Hihetetlen. Na. Ezt kérem, meg ezt is. Kip kap, ki kapog, Pisti kapog. Jól van. Téged meg szarrá seggezünk. Ezt is begalázok análisan. Analiti! Rip. Mi volt nálad? Shining coins. Ah, nem kell. Rövid vágás. Hol van a karja? Itt van eldugva. Ezt kinyitjuk szépen. Ezzel a kisgyerekkel beszélünk. Ah, egyedül vagyok és félek. Jó, megkeressük az anyádat. Oh, thank you. My mom was a red-jawed brooch. It's so big and
and beautiful. You won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mum, give her this music box. Köszönöm. Play some of Daddy's favorite songs. And when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mom's so silly putting off without it. Konkrétan most adott tippet Gascoigne-hoz, hogy hogy kell könnyen megölni. Gascoigne az apja. Na jól van. Azt mondja, hogy most elmegyünk egy másik shortcuthoz, ami... Várjál, hogy merre vagyok. Ja, erre. Itt kell lemenni. Ui! Ez az. Na! Ilyet a csatorna többi része. Döglés, 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 döglés. Döglés, 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 döglés. Double kill. Várjál, nem is itt van, ami nekem kell. Itt van az arcodban madár. Őt öld meg, úgy. Tehát ami nekem kell, az itt van. Az igen! És még él. Ne éljél már. Ez kell nekem. Ó, de jó, hogy ti is hárman vagytok. Jó. Ez az. Hello, madár. Gyertek le. Na, mielőtt a cucumalacnak neki megyünk shortcut. Ezt is kinyitjuk. 5464. Jó, ezt nem kéne elbukni, mert ebből fogjuk meglépni az első sok szintünket. Jó, ezt küldjük fel. Bár mondjuk jó nagy hülyeség volt felküldeni. Picsába. Itt fogok felmenni. Csak azért. Ui. Na gyere, cucu! És akkor most fel fogom dugni a hüvelykujjam a seggébe. Kétszer. Ez még mindig kurva vicces. Ez még mindig rohadt vicces. Hogy feldugom válig a kezem az ánuszába? Így páf! Az kihúznám a karamat így full szarosan. Az lenne az igazán guszta. Na mindegy. Az összes malacot így fogom megölni amúgy. Hello! Az fájni fog neked. Nem már! Nem fáj! Miért nem fáj? Pá! Jó, itt ez megölt mindenkit, a golyó itt a hídon. Jó, hát akkor igazából keresnünk kell egy lámpát. Ami itt van. Na, ezért nem volt értelme előbb felküldeni a liftet. Mert most ezzel megyünk fel ahogy is. Jó.
Azt mondja, hogy ti egyesével jöhettek. Hé! Hé! Gyere már! Au! Hát ez a peri, ezt nem tudom, hogy nem sikerült. Hogy nem sikerül a pari? Pedig jókor lövök. Nyilván azért nem sikerül a pari, mert nem jókor lövök. Shit. Jól van. Azt mondja, shortcutot nyitunk. Meghíl. Előbb itt innen a bladekort felvesszük. Oké. Okay. Itt van a rövidvágás. Vissza a lámpához. Így. Na de. Előtte. Hát. Menjek el arra. Lehet, hogy meg fogom bánni. Anyára törsz ki a ketrecből! Köszi! Jó, és akkor meg eljövünk ide ezt a kutyát is levágni. Menj már innen! Ja, hunter vagyok. Ismerek-e valami biztonságos helyet? Akkor ide valamikor később vissza kéne jönni és elküldeni innen, mi? Hát nem tudok neked mit elárulni, úgyhogy bocsánat. Na haver! Erre mutass, hogy halsz meg. Aj, de utálom ezt! Akkor oda dodzsolok elé, hogy bevigyem neki a kritikát, és akkor így nem. Ő azt mondja, hogy ő most így nem. Nem akarja, nincs kedve hozzá. Remélem balról a lövész nem fog észrevenni, hogy én ide jövök. Nem, jól van, nem vett észre. Hol vagy? Itt szoktál lenni. Á, itt van. Rép. Na, haver, gyere te is. Hé, hey, itt vagyok. Ez az. Rip. Blood Vial. Jó, és akkor most fogunk oda kimenni a csatorna fölé, ahol a létrán nem akartam felmászni, nem véletlenül. Üssé még egyet. És nem hal meg, érted? Hallj már meg! Anyádat. Ez nem tudom, hogy hogy vett észre onnan. Die hard. Hallj meg keményen. De ne gesztúrázzál már! Lootot vettem fel és neki áll gesztúrázni. A PS4 kontrollert ki fogom cserélni a Nakonra.
mert abban nincsen mozgásérzékelő, és így nem fogok így tudni gesztúrázni, ha csak egy picit megmozdítom a kontrollert. Mert úgy van kialakítva, figyeljetek, tehát itt vannak a gesztúrák, és itt mutatja, hogy milyen irányba kell mozdítani a kontrollert, hogyha folyamatosan nyomod az X-et, és azt a gesztúrát fogja megcsinálni. Ennyi. Csak egy X-et nyomok, és a gesztúrát csinálja. De nem ár. És ezeket a gesztúrákat benyomja akkor, amikor itemeket veszel fel. És egyre sűrűbben csinálja, és rohadt idegesítő. És ki se lehet kapcsolni ráadásul. És ezért fogom beízítani, hol van? Őt! A Nacon kontrollert. Ebben nincsen mozgásérzékelő, és teljesen, ezt leszámítva, teljesen kompatibilis a PS4-gyel. Na, azt mondja, hogy oda át kéne jutni. Oda, hogy onnan? Innen? Már nem emlékszem, hogy itt milyen tárgy van. Andy dude! Ennyi? Erre a gerendára rá kéne esni, azt hiszem itt shard van. Egy darab, aha. Meg fent kinyírtam egy csávót, aki leesett és hozta magával a lootot. Ő is kell nekem. Hova estél, haver? Kettő darab Blood Vial. Teljesen jó. Ott a csatornában már voltunk a patkányoknál. Jó, mehetünk vissza fel. És akkor most megyünk fel a lámpáshoz, és szintet lépünk. Igen, amikor először játszottam a játékot, másfél évvel ezelőtt, akkor úgy tudtam, hogy szintet csak akkor lehet lépni, hogyha megöljük az első bosst. Ez részben így van, részben nem. Tehát nem kell boss tölni ahhoz, hogy tudjunk szintet lépni. Hanem insight kell hozzá, legalább egy darab. És nekem van insightom. Igaz, hogy még nulla, de van. Így nem kell majdnem 8000 Bladekóval bemenni Gascoigne papához. Na szóval, mielőtt elutaznánk a Hunter's Dreambe, el kell nyomnom egy... Hol van? Egy ilyet. Tadá! Várja, és ne? Igen, minden jött ment egyébként, Hunter. Ide egyébként majd vissza kell jönni a vérhold után. Kapunk egy faszarúnát. Azt hiszem egy 20%-os viszkreállatakat. Azért az nem olyan rossz. Nem, a dungeon lesz cursed, amiben majd bemegyek. Már most így belegondolok, kiráz a hideg. Jó, befejezted, mehetek tovább? Köszi. Na. Ezzel meg vagyunk. Szintet lépünk. Hello. Ezt kérem. Kooperatív. Meg mindenféle cucc. Nem fogom használni őket. Na, mielőtt a csajszival beszélünk, ezeket elnyomjuk. 1500. Ezzel. Ne egyesével már. Így. Minden. Na, van 12781. Ebből szintet fogunk lépni. Here I must train to look after you. Honorable Hunter,
pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. Tök érdekes, hogy őt meg lehet ölni, és utána újra élet. Szép lenne megölnéd, és onnantól kezdve nem tudnál szintet lépni. Na, azt mondja, hogy nekem kell ilyen. És mennyi marad? 1700. Az jó! Az jó, maradt 1700, abból tudunk fegyvert fejleszteni. Azt mondja, hogy ez kell nekem, igen, itt tudjuk fejleszteni. Jó. Mennyi sárdon van? 9. Az jó, mert plusz 2-re fel tudjuk rántani. Így. Az még nem működik, itt van Mr. Német. Jól van. Hát akkor igazából ennyivel fogunk menni Gascoigne-hoz, 1200-zal. Hát akkor hajrá! Meg kell ölni Fattert. Fatter Gascoigne. Most mehetnék egyébként a hídra is megölni ugye a Cleric Beast-et, de... Nem. Gascoigne. Ő lesz az első bosszunk. A Cleric Beast-hez majd sokkal később fogok visszajönni. Na nézzük, mennyit ért ez a sok-sok fejlesztés. Ez valami 4 ütés volt. Jó, alakul ez. Remélem jó statra raktam. Skill 23. Jó. Jó statra raktunk. Szóval, a liftet nem tervezem visszaküldeni. Ergo nem tervezek meghalni. Hello. Ti meg nehogy leküldjétek a golyót amúgy. Titeket is békén hagylak még. Előbb ő jön. Ó, nem raktam be a zened a boss. Ó, milyen kárja, úgyse lesz rá szükség. Tetszik a nyakláncot. A boss harc alatt nem fogok megszólalni, mert imádom a zenéjét. Büdös a szád.
Eléri ez a fegyver is. Ez baj. Na ez a baj. Kiszabadult. Fater kiszabadult. Jó van, megperrizzük egyszer legalább. Na, egye fene. Na gyere. Azt mondtam, nem szólalok meg. Kicsába, ezt elbuktam. Ez baj. Jó, nem perrizzük meg. Visszacsaljuk ide a korláthoz. Találd már el, na végre. És ő is eltalált engem. Kicsit fájt. De ne gyere már ki onnan! Hogy akadsz ki állandóan? Az igen. Jó, mondjuk én is átütök egyfolytában a korláton. Most fog mindjárt átváltozni. Átváltozott. Második fázisban egy kicsit könnyebben el lehetett érni innen a lépcső mellől. Ahova mehetett volna egy kicsit jobban is, de legalább túléltem, az a lényeg, nem? De... A zenedobozos gyereknek itt volt az anyja. Meghalt, szegény. Na, most viszont csinálunk egy olyat, hogy eljövünk, és itt ezeket megöljük. Iframe! Iframe! Na, most gyere, támadj! Így. És add ide nekem a hamvárbont. Jó, nem az a neve, de azt a célt szolgálja. Na. Oké. Na. Ezt a lámpát én begyújtottam amúgy. Be. Jól van. Akkor megyünk tovább a következő területre. És most már lassan elkezdünk HP-t fejleszteni, mert a következő bosshoz fog kelleni.
Fú, de fogom utálni. Jó, egyébként a Gascoigne-nál, hogyha a Hunter X-szel jövünk, azzal sokkal jobban lehetett volna kivitelezni ezt a lépcsőkorlátos kis csízelős taktikát, de hát az strength-ből scale-el, nem pedig skill-ből. Úgyhogy azért jövök ezzel a sétabottal. Pedig azzal sokkal könnyebb lett volna. És akkor az indokolatlan cinematic. Ehhez nem tudom, miért kellett egy cinematikot beadni, hogy kinyitottunk egy ajtót, de oké, fogadjuk el. Na! Beszélgessünk. Oh, you must be a hunter. Igen. Very sorry. The incense must have masked your scent. Good, good. I've been waiting for one of your ilk. These hunts have everyone all locked up inside. Waiting for it to end. It always does, always has, you know, since forever. But it won't end nicely, not this time. Even some folks hiding inside are going bad. The screams of women folk, the stench of blood, the snarls of beasts, none of them's too uncommon now. Yarnum's done for, tell ya. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The incense wards off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. If you wouldn't mind. Nem tudom, miért hallgattam meg a dumádat. Élsz még? Na. A három darabbal több lehet nálam történy. Nagyon jó. A szavakat keverem, nem össze sose. Mondatban. Érted? Mondjuk igazából nem ide akartam jönni, hanem a másik irányba, de ok. Na. Ezt az irányt akartam. Na gyere, hagyj parizzalak le. Oké. Okay. Meg a haverodat is. Ezeket milyen könnyű parizni. Jó, így gyorsan. Ennek gyorsan el kell húzni a vérbe, mert az megöl. Blood Wheel. Jó, azt mondja, mennyi sárdom van? Mondjuk tök mindegy, mert legalább 8-at felveszünk mindjárt. Vagy 9-et. Ok. Ezt nem így akartam. Hülye óriás. Na, mit csinálsz? Dat kamera kezelés. Ez a kamera kezelés, ez valami katasztrófa. Ahogy a Bloodborne a nagy termetű ellenfeleknél a target lock meg a kamera kezelés, ahogy működik, az valami förtelmesen szar. Hé! Hey, te meg gyere már ide.
Az a baj, hogy ezt se tudom soha normálisan parizni. Mondtam. Soha nem tudom normálisan. De hogy? Na. Még egy utolsó pari esély. Erről van szó. Gyűlölöm ezt perizni. Ő sokkal könnyebb. Ő jön, tégla, felemeli. És elbaszom. És még él. Hülye madár. Jó, várjál! Nem is láttam mind a kettőt. Csak az egyik madarat, hanem mi a tosz? Tácső. A tácső fontos, sose használom. Meg egy madár, döglés. Három darab sárt. Ott lesz 5 darab, ha jól emlékszem. Meg nála is lesz 2 vagy 3. Jó. Ide lejövünk egy runáért, aztán innen húzunk a vérbe fegyvert fejleszteni, meg szintet lépni, mert megint van nálam 8100 Blood Echo, és azt nem szívesen buknám el. Jól van. Wihii! És ezt a golyós óriást meg szeretném egyelőre életben hagyni. Hallod, már rég a határon túl vagyok. Mit csapdasol még mindig, hülye gyerek? Mennyi üzém van amúgy? 15. 8. Jó, hát mire meg lesz a fegyver, úgyis lesz egy csomó. Ja, hogy ezt a lámpát be se gyújtottam még. Világos. Azt hittem igen. Nincsen. Na mindegy. Jó, azt mondja, hogy fejleszt. Igen, jó. Ez egy 3-as sétabot. Adjál szintlépést. Adjál HP-t. Hallod, ezt hogy kiszámoltam, pont nullára jött ki a Blood Echo? Ezt hogy tudtam így kiszámolni? Na jól van. Ez ilyen kicentízd. Na, szóval. Innen el fogunk menni. Ide. Nem véletlenül ide. Na. És ha betölt a játék, akkor elköszönünk. Mert mára befejeztük a Bloodborne-t. És akkor a következő rész meg abból fog állni, hogy elmegyünk a fegyverért, megöljük a bosst, meg ilyenek. Lea. Úgyhogy a következő részben meg lesz a végleges fegyver, amivel végig fogunk kaszabolni mindenkit is. Úgyhogy srácok, én egyelőre elköszönök tőletek, legközelebb innen fogjuk folytatni. Remélem élveztétek az első részt. Szevasztok!